Amilyen erős a magyar kormány, olyan erős a kormány álláspontja. A kormány ereje meg azon múlik, attól függ, hogy az emberek mennyiben támogatják, milyen erővel állnak a kormány mögött. Hát, ha kevesen, lásd Németország, akkor bukfent. Most ez van. Ha viszont sokan vannak mögötted, akkor állsz a lábadon, és válasz konfliktusokat, és harcolsz, és, és küzdesz. Én nem azért tudok lázadni Brüsszelben, és vagyok még mindig életben, mert ügyesen csinálom, ezt tegyük félre, hanem azért, mert mögöttem van, mögöttünk van, a magyar kormány mögött van, az emberek nagy többsége, józan többség, aki nem akar migrációt, családbarát kormányt akar, aki békét akar, és így tovább. Aki normális energiárakat akar, 13. havi nyugdíjat akar. Brüsszelből folyamatosan el akarják töröltetni velünk a családokat leginkább segítő intézkedéseinket. El akarják töröltetni az európai vagy nagy nemzetközi multicégeket terhelő adókat. Azt akarják, hogy ezt a magyarok fizessék. Tehát itt zajlik egy csata, az embereknek megvan a maguk élete, valószínűleg nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel minden nap. De jó, ha tudják, hogy ez egy folyamatos csata, mert Brüsszelben ma olyan politika van, ami ha közvetlenül érvényesülne Magyarországon, akkor minden család rosszul járna.